Drága aranyos választóim, hát teljesen el vagyok habazva, semmire nincs időm. Plakátolnom kell, kártyúzok, buszmegállót építünk, úgyhogy semmi időm nincsen. És most láttam, hogy még napokkal ezelőtt megígértem nektek ezt a térkőlevest, újházi térkőlevest, hát be se vásároltam. Hát nincs otthon hozzá semmi. Egyedül itt a térkő. Itt egy darab térkő, hogyha térkő van, minden van. Úgyhogy azt hiszem, hogy valamit azért csak össze tudunk dobni, ha másból nem, azokból a holmikból, amit itt az önkormányzatoktól az utóbbi hetekben kaptunk ajándékba. Térkőnk van. Mi van itt? Krumpli. Tudom, hogy uncsi már, krumpli, krumpli, mindenhol a krumpli, de ez nagyon fontos, és mindenki jól, akik tőle tesszük bele a krumplit, méghozzá ez Pest-Szent-Lőrincről származik. Pest-Szent-Lőrinc önkormányzata adta nekünk. Aztán mi van itt még? Hadd nézzem. Azt mondja, hogy Új-Budáról muskátli. Hát, csak így a levelét leszedem neki egy párat. Egyébként ennek elég jó fűszeres illata van. Hát, kipróbáljuk. Miből áll? Betesszük ezt is. Nézem még, mi van itt nálam. Ledizzó csomag Újpestről. Ki kéne próbálni egy ilyen ledizzó csomag. Na, nem is a csomagot, egy elég. Egy elég lesz bele, beletesszük ezt is, majd sokáig főzöm. Na mi van itt még? Mi van? Hát most már olyan sok minden nincsen, de azért tartalmasabb, gazdagabb levest kapunk, hogyha belerakunk egy 3000 forintos rezsiutalványt. Igaz, hogy egy kicsit ízetlen, de kicsit megborsozzuk, megsózzuk, ez is mehet a fazékba. Aztán még találtam egy-két gyökeret, egy hagymát, az is mehet bele egész jó. És még a pürkösdi ajándék csomagból maradt ilyen tészta, úgy de finom lesz. Ebből is történik bele. Négy. Tüzet raktunk már bele. Mehet a víz. Úgy. Lassú tűzön egy órán keresztül főzzük. Néha itt rázogassuk meg, így, és aztán mi maradt még, szintén Pest-Lőrincről almalevet kaptunk ilyen gyönyörű kiszerelésbe, ezzel kocintom rátok egészségetekre, és majd elfelejtettem, az unokáim hozták, 5. kerületből, bánkot. Az édes szájú szavazó is kaphat valamit. Meg is kóstolom. De jó ég. Hát ez borzasztó.